Szeretettel köszöntöm a testvéreket Szeged Petőfi telepen ezen a mai vasárnapon. Erősítsük magunkat ma is Isten igéjével. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, aki a világháló segítségével nyomon követi most Isten tiszteletünket. Szeretettel gondolok gyülekezeti tagjainkra, akikkel évek óta együtt vagyunk és növekszünk Isten igéjében. Ezt mondja a Zsoltáros. Áldott az Úr, napról napra gondot visel rólunk, szabadító Istenünk. Otthonainkban hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk ekképpen. Mennyei jó atyánk, hálát adunk neked ezért az új napért, hogy megőriztél bennünket, új lehetőségeket kaptunk. Köszönjük, hogy megtartottál éjszaka, van új kezdés számunkra. Minden nap új virradatot adsz, megújulást, gyógyulást az embernek és a természetnek is. A mai napon is segítségül hívunk itt a földön. Jól tudod, jól látod minden bajunkat, kínlódásunkat, keserű gondolatainkat, a sok könnyhullatást, szomorúságot. Köszönjük, hogy ennyi bánat és fájdalom között is bízhatunk benned, hiszen tudjuk, hogy atyai haragodat hamar kegyelemre változtatod, mert cselekedeteid nem veszedelmünket, hanem javunkat és üdvösségünket szolgálja. Megalázzuk magunkat, atyánk, előtted, mint vétkes gyermekek, és kegyelmet kérünk tőled. Bűnbánatot tartunk, mert szófogadatlanak voltunk. Jézus Krisztusért kérünk, aki magára vállalta bűneinket, könyörülj rajtunk az egész emberiségen. Amíg pedig viselnünk kell a keresztet, segíts hordozására. Kérjük azt ezen a mai vasárnapon az emberiség számára, hogy a keserű poharat kevedd bíztatásoddal és vigasztalásoddal. Ezért fordulunk ma is ígédhez, hiszen ösvényünk világossága. Kérünk, tápláld lelkünket az örök élet szavaival. Várjuk igéidet. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelynek alapján a vigasztalás, bátorítás szavait szeretném hirdetni közöttetek, írva található Jakab levele 5. részében, a 7. verstől a 11. versig. Hallgassuk az Úr szavát. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim,
az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldogoknak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, befogadását és megtartását. Kedves testvérek, már második hete tart, amikor nem lehetünk itt fizikálisan a templomban. De Jézus Krisztus azt mondja a János evangéliumában, hogy az Isten lélek. És akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk őt. Lélekben és igazságban. Különösen is átélhetjük most ezt, és tanulhatjuk, mit jelent az, hogy lélekben és igazságban imádjuk Istent. Nem vagyunk itt a templomban együtt, de lélekben. Együtt tudunk lenni az Úristennel is, és egymással is. Isten az életünk során sokféle képességet kifejlesztett bennünk. Ezek mind-mind arra valóak, hogy élhető életet tudjunk élni itt a földön. Olyan ezt tudjátok, minthogyha sok-sok fiókunk lenne, és ebbe a fiókba mindig beleteszi az Úristen azokat a dolgokat, amire szükségünk van. És mi mindig elővehetjük, amikor épp szükség van egy-egy dologra vagy képességre. Ma kétféle képzeletbeli fiókot kell kinyitni, mert két dologra lesz ezekből szükségünk. Az egyik fiók az, amibe az Úr annak idején a türelmet tette. Ebben a helyzetben Isten így erősít bennünket: legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Igen, legyünk türelemmel, mert meg kell gondolnunk a mai napon, hogy vannak olyan dolgok, amelyek rajtunk kívülállóak, amelyekre már nincs befolyásunk. Sőt, amelyekre felkészülni sem tudunk. Még ilyen magas technikai és tudományos háttér közepette sem. A földművelő várakozását állítja elénk az ige.
A földművelőnél különösen is nagy jelentősége van a türelemnek. Hiszen nem lehet az, hogy valaki elvet és rögtön arat. És gyakori az, amikor keservesen várakozni kell a csapadékra. Bizony, mi itt Szegeden nagyon is tudjuk, milyen gond a szárasság. És egyre nagyobb érték az eső. A gazdák gyakorta fürkészik tekintetükkel az eget. És amikor megérkezik az égi áldás, van, aki örömében táncot lejt. De ki tudta várni türelemmel. Nem volt hiába való a várakozása. Ilyen értelemben int most és bíztat bennünket az ige is várakozásra. Türelmesen kell várakoznatok. És nem kell azt sem elfelejtenünk, hogy bizony az életünk során bőségesen ér bennünket megpróbáltatás, hiszen egyikünk sem él burokban. Az apostolok cselekedetei azt mondja, sok nyomorúságon át kell bemennetek az Isten országába. Ezen kívül milyen jó lenne az, hogyha mi nem az aggódásunkat, a kétségbeesésünket sugalmaznánk másoknak, hanem éppen az ellenkezőjét, a bátorítást, a vigasztalást. Itt is az ige szavát idézem, Ézsaiás 52-ből, milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön. Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön. De jó lenne, ha mi, keresztény emberek, itt Szegeden és környékén tudnánk ilyen bíztatóak lenni. Persze sokan kérdezik azt, hogy miért is történik mindez. Hogyan engedheti meg az Isten? Főleg azt, hogy a jók is szenvedjenek. Erre hadd említsek egy egyszerű példát. Gondoljunk a gyermekekre. Ismerjük őket. Mindannyiunk családjában vannak. Felteszem a kérdést, kell-e fegyelmezni a gyermekeinket? Ó, a szülő az nagyon jól tudja erre a választ. Az a gyermek, amelyik nincs fegyelmezve, az bizony veszélyes az egész családjára és a környezetére. Kell tehát a gyermekeket fegyelmezni. Isten most úgy látja, hogy az ő gyermekei is fegyelmezésre szorulnak. Bizony, mi emberek a nyomorúságok között látjuk meg a legjobban, hogy milyen szükségünk is van Istenre. Egyébként milyen is az ember, ha nincs nyomorúság, nincs szorongattatás, akkor nem fordítja fejét az Úristen felé. Várjunk tehát türelemmel. Az Úr eljövetele közel van. Eljön, mint az eső, mint a szabadulás, eljön a mi Urunk Jézus Krisztus is. Ez tehát az első fiók tartalma, a türelem. És most nézzük, mi a másik fiók. Azt írja az ige, legyetek tehát ti türelemmel, és a másik, erősítsétek meg a szíveteket. Erősítsétek meg a szíveteket. Rendkívül nagy szükségünk van most arra, hogy szívünket megerősítsük. Látjátok, a baj igen nagy.
Kívül csend van, de belül a bensőnkben óriási a kiáltás. Ha ezt hallani lehetne, ezt a benső kiáltást, sokkal magasabb decibel lenne, mint az alap napi háttérzaj. Míg a külvilágban, az elnéptelenedő utcákon egyre nagyobb a csend, addig bennünk óriási a nyugtalanság, a zaj. Információk tömkelege áraszt el minnyájunkat. Kapkodjuk a fejünket, hogy követhessük mindezt, és napra készek lehessünk. Terheltek a gyermekes szülők, akik otthon tanárrá váltak most. Terheltek a pedagógusok, akiknek egyik napról a másikra kellett átállniuk a tantermen kívüli oktatásra. Tanácstalanok, vizsgázó diákjaink, vagy éppen azok, akik nem tudják a gyakorlatukat tölteni most. Megnyert pályázatok megvalósulása kérdéses. Aggódnak a vállalkozók, mert leáll a gazdaság. Szerződések hiúsulnak meg. El nem indult kamionok miatt nincs munka. Veszendőben az eddigi fáradtság. Milliónyi és milliónyi kérdés a munkavállalókban. Vissza tudok-e menni dolgozni? Peres ügyek állnak. A kereskedelemben, a patikákban tovább folyik az árusítás, de a dolgozók fokozottan vannak kitéve a fertőzésnek. Az építkezéseken felvállalt határidős munkák megvalósulása bizonytalan. De az egészségügyben még fokozottabban érvényes a nagy nyomás. Időseinkért, messze levő szeretteinkért, gyenge gyermekeinkért, unokáinkért szorul össze a szívünk. Nagy a teher a középosztálybelieken, figyelniük kell az idősekre és a gyermekeikre is. Közben végeznünk kell munkánkat, hiszen nem állt le a napi teendő, és senkinek sem ugyanolyan az élete, mint 2-3 hete volt. Senki nincs, aki ne érezné meg a nagy változást. Bizony, óriási a zaj bennünk. Ezért szól az íge, erősítsétek meg szíveiteket. Hogyan is lehet megerősíteni a szívünket? Egyrészt bizony meg kell gondolnunk, hogy nem hiába növezgette bennünk idáig az Úristen a hitünket. Ezer és ezer jelet tett az útunkba, azért növezgette a hitünket, hogy amikor baj van, akkor is erőt adjon. Nagyon fontos látni, hogy a hit nem csak a bajban lép működésbe. A hitünk mindig működik. Életünk minden területén, minden körülmények között. Nézzük csak ezeket. Normál körülmények között, amikor az életünk a rendes kerékvágásban folyik, az Istenbe vetett hitünk segít megtalálni az utunkat, a feladatunkat. Különbséget tudunk tenni világosan a jó és rossz között. A második, amikor nehéz helyzetben vezet az utunk, a hit ezen átvezet bennünket. Hiszen erőt ad, amikor át kell vészelni a mélypontot. És a harmadik, bizony a hit ott van a halálban is. A hit
a halál árnyékának völgyében is valóságosan jelen van. Isten azt mondja, ott is fogom a kezedet. Azt is nézzük meg, hogy hogyan vezet Isten bennünket. Ezt is jó látni, mert nem szokványosan. Ahogyan a fohászkodásban is mondtam, napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk. Hogyan? Napról napra. Nézzük csak meg. Van ma mit ennem? Volt ma hol lehajtanom a fejemet? Megvannak a szeretteim? Volt mit magamra venni? Látjátok? A mai napra is kiparancsolta az Úristen mindezt. És így lesz ez az előttünk álló napokban is. Napról napra. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Most tehát ne aggódj a munkádért, a likviditási problémákért, a befizetetlen csekkekért, az egészségedért, majd megkapod a szükséges időben az erőt mindehhez. Meg kell tanulnunk bízni az Úr Jézusban napról napra. Most ezen a mai napon, vasárnapon imádd a te Uradat lélekben és igazságban. Kedves testvérek, ez tehát az a két dolog, amit porosodó fiókjainkból elő kell húzni a mai vasárnapon. Türelmet és a szívünk megerősítését. Ámen. Válaszoljunk az Úristentől jött ígére imádságban. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy erős torony vagy. Életünket nem homokra, hanem kősziklára építhetjük. Áldunk téged, mert bíztattál az ige szavaival. Sőt, meghagytad azt is, hogy hívjunk segítségül a nyomorúság idején, és te megsegítesz, utána mi pedig dicsőítünk téged. Urunk, igen nagy nyomorúságban vagyunk itt a földön. Megyünk emberekhez segítséget kérni, de az már kevés. Ezért jövünk te hozzád, kegyelmes Urunk, aki megszánod a nyomorultat, a beteget, a megterheltet. Szánj meg bennünket, a földünket és az embereket. Köszönjük, hogy türelemre tanítottál. Rád bízzuk magunkat egyen-egyenként. Vigyázz reánk, a te népedre, akit összegyűjtöttél. Kérünk, légy betegeinkkel, gyászolóinkkal, azokkal, akiknek friss a sebük. Köszönjük, hogy eddig is gondoskodtál róluk. Kérünk, töltsd be minden szükségüket ezután is. Azt is kérjük tőled, kegyelmes Atyánk, hogy fordítsd lelkünk javára a mostani időket. Fenyítésed nem látszik jónak. Kérünk, hadd érhessük meg ennek a kedvező végét is, hogy örülhessünk és hálát adhassunk szabadításodnak.
Ó, Urunk, ha a bűneink miatt késleltetett szabadításodat, kérünk, tekints a te szent fiadra, Jézus Krisztusra, aki eleget tett bűneinkért. Jöjj el, Urunk, ne késsél, segíts rajtunk az emberiségen, várunk, mint őrök a reggelt. Szánd meg bűnös voltunkat, hallgasd meg kiáltásunkat, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Most pedig hallgassák meg testvérek a hirdetéseket. Hirdetem először is az adakozás lehetőségét. Adományainkat ebben az időszakban bankszámlára tudjuk utalni. Hirdetem, hogy az elmúlt héten, pénteken Ravatal mellett kellett megállnunk. Elbúcsúztattuk Gyé Jéné, volt kiskundorozsmai református testvérünket. Isten töltse be a gyászolókban keletkezett űrt, és ő legyen a gyászoló család vigasztalója. Isten tiszteletünket a következő héten is ugyanitt tudjuk megtekinteni az interneten. Ebben az időszakban az Úr Jézus Krisztus az otthonunkat teszi templommá. Ide kér bebocsátást. Hirdetem, hogy elérkezett az adóbevallás ideje is. Kérjük, hogy ne feledkezzenek meg a testvérek az adó 2x1%-áról. Magyar Református Egyházunk és gyülekezetünk egyesülete is tudja az 1%-okat fogadni. Egyesületünk neve Együtt a Dél-Magyarországi Szórvány Református Közösségekért Egyesület. Minden adomány fontos számunkra. Az Úr legyen gyülekezetünk és a testvérek őriző pásztora. Amen. Most pedig vegyük Isten áldását. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.